Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, és jöjjön Warframe gyors tip, bár a kettír, a Void Trader. Na most, ez a kereskedő leginkább arról híres, hogy lenyúlja a dukatodat, és nem ad semmi jó cserébe. Na jó, van, csak viccelek. Időnként szokott hozni asszos dolgokat, szokott hozni fegyvereket, szokott hozni skineket, szokott hozni sziandanákat, és ebben a videóban éppen itt jelenleg hozta a Bane of Greenért, és hozott egy katalisztot, boostereket. Volt már jobb is, volt már rosszabb is, azt kell, hogy mondjam. A Bane of Greenért modokról egy másik videóban beszélgetünk majd. Na most, mit lehet még tudni erről Barokettir Voltrid? Érdemes nála kereskedni ezekért a különlegesebb cuccokért, mert mindegyiknek van valamiféle boostja azért a játékban, leszámítva skineket persze. Két hetente jelenik meg ez a kis kereskedő, éppen valamelyik reléjen, amelyiken kedve van, és talán ez benne az, ami olyan különlegessé teszi, és ez az egyik nagyobb segítség arra, hogy platot tudják csinálni egy kicsit nagyobb Master Rank szinten, mert például, hogyha a Pluton jelenik meg, akkor csak Master Rank 8-ra lehet bemenni, és akkor elég jól el lehet adogatni például a cuccokat platért. Hogyha Saturnuson jelenik meg, Master Rank 5, és hogyha a Mercuryon jelenik meg, akkor Master Rank 3 kell ahhoz, hogy elmehest és kivásd a cuccokat. Hogyan váltod ki a cuccokat? Elmész a Barokettir mellett található boltba, és becseréled a Prime alkatrészédet dukatokra. Az egy ilyen kereskedőnek nagyon tetsző pénz, nem? Mondjuk így a játékon belül, tehát nevezzük így. És Prime cuccédet lecseréled dukatra, és a dukatot és kreditért cserébe kiválthatod ezeket a cuccokat, amit a kereskedő hoz. Ennyi lett volna a nagy kereskedő. Tartsd észben, hogy nem minden bolygóra fog beengedni, ha nem vagy megfelelő mastery rankos, és nem biztos, hogy mindig hasznos az, amit hoz. Na most köszönöm a figyelmet, sziasztok!